Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Jelenleg nálunk nem máson, mint vasárnap van. Nem máson, mint ülünk itt a Davis-szel. Davis éppen is a gyűzt, ezt a tropikusi gyűzt rettentően szereti. Kint szépen mutatom, süt a nap, látod? Egy pár felhő van az égen, de ahhoz képest elég jó idő van. Nincsen ilyen túl meleg, ilyen túl ideg, olyan pont jó. Jelenleg nem más csinálunk, mint készülődünk, és megyünk, nem tudom, hogy hova megyünk. Ilyen unalmas vasárnapi van. Ja, hova megyünk? Unalmas vasárnapi nap van. Valószínűleg, hogy el kell menni, kell venni egy kenyeret, vagy tejet, vagy a hasonló dolgot, aztán elmegyünk felvenni a Lukaszt ugye majd a szüleimtől, de előtte lehet, hogy elmegyünk és megnézzünk egy autót, vagy kettőt, ugye szokás szerint ilyenkor vasárnap zárva vannak ezek az autókereskedők, úgyhogy ilyenkor oda tudok menni és meg tudom őket nézni kívülről. Nem más akarok ma megnézni, hogyha elmegyünk megnézni, mint a Subarut. Aztán később, vagy ma, vagy holnap lesz sorsolás, ugye valami ötöt megosztottam ott szombaton, és még mindig kapok nagyon sok kommentet, úgyhogy lehet, hogy még várunk, vagy ma estig, vagy holnapig, majd meglátjuk, és sorsolni fogunk. Aztán nem más szeretnék veletek megosztani, mint... mutatom, ja, mi van nálad, te? Az ilyen hajgumi, a feleségemnek hajgumi, itt hagyta. Amúgy nincs rajtam felső, látod? Még fel kell nekem is öltöznöm, legalábbis egy felsőt kell húznom. Mutatom, mit találtam, nem másról, mint a Facebookon egy... mutatom. Ausztrália magyarul fanklubot, látod? Valaki készített egy ilyen fanklubot, és sok érdekes dolgot megosztott a csatornáról, ami meg lehet találni a Twitteren is, meg sok helyen. Nézegettem ugye itt végig, aztán van itt érdekes videók, ilyen összevágott videók, ugye régebbi videókból, tehát sok érdekes dolgot találtam rajta. Ha gondoljátok, akkor nézzétek meg, ha felmentek a... Ja, látod, itt az Amerikából jöttünk, látod, az a websorozat. Ha felmentek a Facebookra, hogyha van ugye Facebookotok, akkor beírjátok Ausztrál Magyarul fanklub, és valóban biztos, hogy be fog jönni. Amúgy ez nem az enyém, tehát ez valaki úgy csinált, hogy én is néztem itt a kommenteket, és többen írták, azt hitték, hogy én vagyok, tehát én csináltam, de ez nem, ezt úgy csinálták, egy ilyen fanklub. Tehát amúgy van másik is, mert valaki írta, hogy van ezen kívül másik is. Ha gondoljátok, nézzétek meg. Úgyhogy most én is felöltözök a Davis felhúzza a cipőjét, elmegyünk. Meg akartam nézni ezt a Subaru-val, meg akartam nézni a VRX-et, abból is nem a legjobb modell, tehát nem ezt a nagyon kis spoilerezett modellt, ugye, ami rettentően erős gép, hanem a másikat. Nem tudom, hogy alap-e vagy nem. A Subaru-ban annyira nem vagyok jártas, nem vagy, hogy milyenek vannak, de még az életben nem próbáltam ki Subarut, ma nem is fogok, mert ugye zárva, meg akarom nézni ezt az új Liberty-t, hogy néz ki. Nem tudom, hogy Magyarországon ezt látok, hogy hívják ezt a Subarut, ugyanis tudom, hogy Amerikában másképp hívják, Új-Zélandon is másképp hívják, meg Ausztráliában is másképp hívják. Hogy miért? Fogalmam nincsen, amúgy ugyanaz az autó, majd megmutatom. Aztán majd rájöttök, hogy nálatok is ugyanaz, vagy nem ugyanaz, na minden. Úgyhogy fogom a kamerát, fogom a Davis meg a cipőt, aztán rá kell adni, hogyha megtalálom. Davis, hol vagy? Hello, nincs itt. Ott van benne hátul. Feleségem szólt neki, azt hiszem. Valamit mindig ugye pak. Mi? Aj, te! No! Na most ez miért volt jó? Te! Látod? Tud rumlit csinálni. Úgyhogy először elpakoljuk a rumlit, aztán húzzuk a cipőt és megyünk. Tartunk hazafelé, ugyanis képzeld, hogy bevásároltunk, úgyhogy most gyorsan azzal visszük a tejet, meg a csirkét, ugye, és berakom a gyorsan ütőbe. Valószínűleg én felfutok, a feleségem itt marad a Davis-szel, aztán megyünk megnézni ezt, vagy ezeket az autókat. Nézd, jövünk haza, és tudod, mit visznek itt előttünk ebbe az autóba? Azokat az embereket, akik ide jönnek, és meg akarják nézni ezeket a lakásokat, és meg akarják venni. És kint van egy ilyen központ, vagy valamilyen eladó center, vagy nem tudom, minek hagyják magyarul, és oda bemennek, ott megnézik ugye a lakásokat a fényképen, utána meg behozzák őket ilyen kicsi kis autóval, hogy ne kell nekik begyalogolni. Csak gondoltam, megmutatom nektek, hogy próbálok helyet keresni valahol gyorsan. Mutatom! Oda néz, látod, ezért, hogyha van babakocsi az autóba, ugyanis ebbe bele tudsz pakolni, és fel tudod simán hozni, nem kell két szét kézzel cipekedni. Na, már megjöttünk. Azt hiszem megvan minden beraktam a hűtőbe, ugyanis mikor belepakolok, főleg mikor én pakolok bele a babakocsiba, sokszor mindenhova teszek mindent, és elfelejtem megnézni a zsebeket, hogy hát valamit ott hagytam, és néha benn marad a zsebben. Na mire? Úgyhogy gyorsan megyünk, megvan a kulcsa, megvan mindenem, nagyon remélem. Úgyhogy megyünk! Megérkeztünk, itt vagyunk, mutatom! Ott benne, amíg már jártunk itt! Nem tudom, emlékeztek rá, vagy nem, amikor néztük a Suzuki-t ott a túloldalt. Itt a Porsche, látod?
lehet, hogy nézni azt a kéket, vagy azt a feketét, de lehet, hogy csak az kétüléses. Amint nálunk rettentő drága, hogy kihasználok az autókat, biztos nem fogjuk megnézni. De menjünk, mert meleg van. Ez a VRX, látod? Ez nem az STI modell, nem csak a sima VRX, nincs rajta szárny. És van ilyen beülő az elején, ez az egyik, ami tetszik, csak közben a Davis rángatja a kamerát. Látod, itt van egy másik. Ugyanaz, a kékben nekem tetszik. Azt mondta a feleségem, a sötét színűben se csúnya. Ez pedig a Liberty, amit mondtam nektek. Látod, ez inkább elegánsabb, nem olyan sportosabb, ezen is van szép kerék. És ez tetszik, mert elegáns, sportos is, meg mégse. Megnéztük őket, ez a Subaru, ez a két autó, amit tetszik, ez a VRX és ez a Liberty. Hogy nálatok, hogy hívják, nem tudom, utána fogok nézni, lehet, hogy ugyanúgy amúgy, de ki tudja. Az egyik az sportos, ugye a VRX az ugye sportosabb, a másik inkább ilyen elegánsabb és nem tudom, na minden. Ha úgy van, akkor is bejövök és megpróbálom mind a kettőtnek belül is, ugye meg fogom nézni, megmutatom nektek is. Majd meglátjuk, most ugye vasárnap van, hogyha nincsenek nyitva, úgyhogy most iszok egyet, aztán megyünk és felveszik a Lucas-t a szüleimtől. Aztán elfelejtettem mondani, hogy ide a videó alá gondoljátok, írjátok meg a véleményeteket, hogy ti mit gondoltok róla, hogy milyen autó ez a Subaru. Biztos, hogy valakinek van Subaru a Magyarországon. Hogy egyáltalán jó autó, vagy nem van, van vele gond, vagy nincsen. És a kettő közül, melyik jobb? Mert én nem tudom, kívülről meg tudtam ugye nézni, de vezetni az életben nem vezettem még Subarut, nem tudom, hogy a VRX. A VRX az valószínű, hogy inkább sportosabb és keményebb, mint a Liberty, az inkább ilyen elegánsabb inkább. Ugye ez a Liberty, ahogy néztem, ez a hatodik generációs, tehát egy ilyen újabb fajta. Hasonlították a Mazda 6-osra, hasonlították ezt az autót. Meg a Hyundai Sonata, azt hiszem, hogy Magyarországon is ez a neve. Hogyha van egyáltalán nálatok. Nem tudom, hogy van-e nálatok az autó, vagy nincs. Na mi van itt az úton, van-e valami, hogy rámentünk. Na mindegy, gondoljátok, írjátok majd a videó alá, hogy mit gondoltok róla. Hát ha bemegyek, megtetszik, és a végén kiderül egy hónap múlva vagy kettő, hogy egyáltalán nem is lehet volna megvenni, mert valami gond van azokkal az autókkal, bár nem hiszem, bár ki tudja. Na mindegy. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, nem más csinálok, mint mutatom. Indul a fürdővíz, oda bele, vagy a dugasz bele kell rakni, a sok játékben, a fürdőkádba, ugyanis elment az idő, hazajöttünk, mit csinálsz? És megyünk, legalábbis a Davis ugye megy fürdeni, aludni, éppen megvacsorázott. Mit csinálsz? Mi? Ja, belerakjuk azt az ülést, apá, vagy te beleteszre azt az ülést, de vissza kell fordítani, nézd, látod? Le kell nyomni, hogy letapadjon, de az, hogy játék alatta maradt. Jaj, te! Mit mondasz? Mit mondtál? Úgyhogy a Davis elmegy fürdeni, mindjárt megnézzük, mit csinál a Lucas is. Úgyhogy azt mondom, hogy befejezte a vacsorát, az előbb vacsorázott. Mit csinálsz? Lucas végzett a vacsorával, amúgy általában ugye együtt szoktunk vacsorázni. Közben a Davis belemett, látod a fürdőkádba. Együtt szoktunk vacsorázni, csak majd valami ottán fogva én éhesebb voltam. Megszokottam, hogy én előbb ettem, Lucas még nem volt éhes. Azért evett a Lucas később, nem is később. Ugyanakkor, amikor szoktunk átvágni, 7 óra után szoktunk majd vacsorázni. Én mondtam, hogy a Davis elmegy fürdeni, meg aludni, és na mire? Úgyhogy, azt hiszem, hogy ezt a videót lassan is befejezem, ugyanis semmi érdekeset most már nem fogunk csinálni. Ugye Davis, mit csinálsz? Nagy kiúz nekem a dugaszt, mert le fog menni a víz. Ott húzogatja a dugaszt. Ja. Úgyhogy, mára ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, hogy figyelj, mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!